Fehérváron csak előre néznek, de ott nem látnak senkit, lévén ők vezetik a tabellát. Erre alapozván viszont megelőlegezték azt a tablót, amelyre a klub fennállásának első magyar kupa, illetve bajnoki címet nyerő majdani csapatának játékosainak fotográfiája kerül. Kérdés, hogy mikor? A győrieknek van már ilyen dicsőségtámlájuk, és Reszeli Sós István is mágusként szeretett volna elődje nyomdokaiba lépni, ám többre hivatott csapata hektikus szereplése okán a héten kiderült, hogy január 1-től Csank János váltja őt a kispadon, Reszeli pedig maradt szakmai igazgató. Nagyon-nagyon sok, szerintem méltatlan támadást is kaptam a sajton keresztül, meg a médiákból helyőleg helybe, ezért úgy gondolom, hogy az ügy érdekében jobb, hogyha egy kicsit háttérbe vonulok, és a csapat talán akkor eredményesebb lesz, és kevesebbet bántják, kicsit reálisabban ítélik meg, és talán több néző jön ki. Hát az első félidő alapján nem úgy nézett ki, mintha ez sikerülne, ugyanis a Fehérvár abszolút uralta a játékot és megszállta a győriek térfelét. Simekék főleg a szélen próbáltak a vendégek mögé kerülni, nem egyszer galibát okozva ezzel. Az első veszélyt vendég oldalon Vince jelentette volna, ám ez a fejes csemege volt Tudornak. Kollégája Stevanovics viszont nem volt vidor a 29. percben, amikor Sitku a rosszabbik lábával parádésan tekert a jobb felsőbe. Egyszerre három győri védőt ültettek hintába Sitkuék ezzel a kényszerítővel, a befejezés pedig valóban mesteri. 5 perccel az első félidő vége előtt Kuttor vágtatott el a jobb oldalon, ám Sitku ekkor, ha nem is sokkal, de céltévesztett. Vince még megpróbálta kozmetikázni az állást a szünet előtt, ám olyanra sikeredett a lövése, mint amilyen csapata teljesítménye volt az első félidőben. A Fehérvár régi, egyben a Győr leendő edzője természetesen ott volt a lelátón és értékelt is Septiben. Nem túl nagy iramú a mérkőzés, a pálya régi csúszik, és a Győr egy kicsit óvatosabb, a Vidi is stabilan támad, de nem annyira vehemensen. Nagyon szép gólt rúgtak. Meg kell próbálni valamit csinálni, gondolom fél időben, majd hátra sikerül. Sikerült is még az elég hamar, ugyanis az újrakezdés utáni 50. másodpercben Zsók beadását a nem annyira hóriorgas Kenesei bólintotta a jobb alsóba. Szép fejesen kérdés, hogy mit csinált a négy hazai védő. 4 perccel később Kuttor igyekezett javítani hibájukat, ám útban volt az egyik vendégvédő. Aztán kisvártatva Vince indult el a saját térfeléről, és a hosszú vágtalno meg a szalom után az imént még előtüsténkedő Kuttor szerelte őt az utolsó pillanatban. Újabb 5 perc múlva már ő sem segíthetett volna, hát Mátyus fejesen nem volt elég pontos. A 69. percben labdát veszít a Győr, amelyet Simek kap meg a jobb oldalon, aztán elindul és tessék csak figyelni, elkezd futni. Aztán még rátesz egy lapáttal. Mi kell még? Hát mondjuk egy pontos beadás. Ime. Egyszerű játék ez a foci. Sitku második gólját szerzi, egy mintaszerű kontra végén. 5 perc múlva lehetne déjà vu-nk, majdnem minden ugyanaz, csak most Sitku átlépi a labdát, Lattenstein rövidbe tartó bombáját viszont védi Stevanovics. Aztán amikor már fél Fehérvár örül a győzelemnek, akkor a 88. percben újra jön Kenesei, újra lát és újra győz. Remek helyzetfelismerés, parád és rugó technika és zseniális időzítés, amellyel pontot ment csapatának Kenő.